A projektbe 4 partner kapcsolódott be. Dunaszerdahely mellett Magyarországról Pécs, Csehországból Brünn, Lengyelországból pedig Lodzs városa. A cél az időskor aktív eltöltésének elősegítése. Ez azért is fontos, mert egyre több az idős ember. Városunkban a lakosok közel 21%-a 65 év feletti. Dunaszerdahely városa még csak gyermekcipőben jár az egészséges városok mozgalom keretén belül az aktivitásokban, ezért volt nagy megtiszteltetés számunkra, hogy kiválasztottak minket ebbe a V4-es pályázatba. A 2022-ben indult projekt jelentős hozadékkal bírhat Dunaszerdahely számára. A többi város sok esetben pozitív példával jár elől. Mindenképpen szeretnénk a szociális taxit elindítani, amelyet Brünn városa már működtet. Tehát ez egy szintén jó példa, és példa arra, hogy jól működhet. Valamint egyéb szabadidős tevékenységek idősek számára, amelyeket talán sikerül véghez vinnünk. A tavaly novemberi dunaszerdahelyi foglalkozáson résztvevő idősek különféle javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek többek között az információáramlás, a közlekedés és a közbiztonság javítására irányultak. Szerintük a kapcsolatok ápolásának, megtartásának is fontos szerepe van. Nem jó, hogyha magába zárkozik valaki, ezt már észrevettem magamon is. És hát jó, szeretek társaságban menni, ha vannak ilyen tánc délutánok. Dunaszerdahely városa azt szorgalmazza, hogy mostantól évente 4-szer legyen találkozó az időseket képviselő helyi szervezetekkel.